Két nappal ezelőtt ellepték az internetet azok a rém hírek, miszerint annyian fontos változások lépnek életbe a TB-vel kapcsolatban. 3 hónapnyi nem fizetés után csak akkor járna a TB-ellátás, hogyha kifizetjük az előző 3 hónapot. A témában pedig a vendégem, dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Az lenne az első kérdésem, hogy egy picit próbáljunk akkor rendet tenni ebben a dologban, a TB-vel kapcsolatban. Hogyan járna ez ezután, és hogy volt ez eddig? Amióta a világ azóta gyakorlatilag a mentesített rétegeken kívül, tehát 14 év alatti korosztály, szociális rászorulók és egy-két ilyen réteg, illetve a nyugdíjasokból eltekintve mindenkinek járulékot kellett valamilyen módon fizetni, illetve a véréből járulékot vontak le. Tehát ezt a nagyon sokat hirdetett ingyenes egészség soha büdös életben nem volt ingyenes. Ma sincs ez másképpen. Ugye emlékezzünk rá vissza, hogy egy pár évvel ezelőtt ezt ugye nagy ilyen úgynevezett potyautas üldözés kampányával hozták a köztudatba, és ugye az érdeklődés középpontjába. Tulajdonképpen ez a mostani intézkedés is ennek egyfajta talán további szigorítása, vagy nem is az, hogy szigorítása, talán, hogy komolyabban vétele. Tehát hogy az, ami eddig is megvolt, mert megvolt eddig is, hogy aki nem fizet járulékot, azt előbb-utóbb megcsípik, illetve ha a betegellátásra kerül a sor, akkor behajtják rajta, adott esetben még az egész ellátás költségét is megtehetik. Tehát ezeket a szabályokat már nem most találták ki, és hogy ezt szigorítják, ez azt gondolom helyes, mert szükség van arra, hogy ki képessége és tudása szerint a szolidaritás elv alapján járuljon hozzá a közös költségekhez. Ugye, amikor az ember elmegy egy közellátásban, és mondjuk kihúzzák a fogát, vagy hasonlók, akkor nincs is róla tudomása, hogy maga a szolgáltatás, azok az anyagok mondjuk, amiket ott használnak, az körülbelül egy mekkora összeget jelent. Ha elmegy egy magánpraxisba, és ott csináltatja mindezt meg, akkor szembesül vele, hogy ezek azért súlyos 10 000 forintok. Tehát azt az anyagot valakinek valahogy ki kell fizetnie akkor is, hogyha a közellátásba végezteti el az ember ezeket a beavatkozásokat. Mit gondol, hogy ez a szigorítás a TB járulékkal kapcsolatban, ez egy picit igazságosabb társadalmilag, mint ami eddig volt? Olvastam olyan kommenteket, akik kifejezetten örülnek neki, hogy ezt szigorúbban fogják venni, mert úgy gondolják, hogy az ő általuk évek óta fizetett TB járulék, amit tőle levonnak, igenis fizesse be más is. Én azt gondolom, hogy nem járnak messze az igazságtól. Azt kell látni, hogy ezzel az intézkedéssel gyakorlatilag semmiféle új elv nem kerül be a rendszerbe, semmiféle új megközelítéssel nem találkozunk, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy az eddig is meglévő rendező elveknek a szigorúbban való nyomon követése és betartatása a célja ennek a rendelkezésnek. Ugye azt is lehetett olvasni, hogy akinek a tartozás miatt akár a tajszámot is felfüggeszthetik, illetve hogy ez a rendelkezés érinti a gyógyszereket is, tehát akinek nem lesz finanszírozva a TB járulék, annak támogatás nélkül teljes áron kell majd megváltani a gyógyszereket, amelyet esetleg az orvos felír nekik. Milyen változásokra lehet még esetleg számítani, vagy ezután az úgymond idézőjelben szigorítás után, mik lehetnek még azok a területek, amire esetleg oda kell figyelni a kedves betegeknek? Hát alapvetően egyetlen egy dologra kell odafigyelnie, hogyha ő járulék fizetése valamilyen okból kötelezett, akár legyen munkavállaló, legyen háztartásbeli, legyen adott esetben éppen tanulmányait befejezett, de még el nem helyezkedett diák, hogy csak a legjellemzőbbeket soroljam, akkor fizesse be a járulékát. Semmi másra nem kell neki figyelnie, megfelelő társadalombiztosítási kirendeltségnél, illetve a kormányadatnál ezt el tudja intézni, amennyire én tudom. Bejelenti magát, és szépen a tajszám alapján befizeti ezt az összeget havonta. Ha pedig hát munkavállaló, akkor valamilyen formában ezt tőle vonják. Ha egyéni vagy vállalkozó, akkor nyilván neki kell bevallani, ha pedig hát alkalmazott, akkor automatikusan a béréből ez visszatartásra kerül. Tehát ez a rendszer működőképes, és ugye ne felejtsük el, hogy azért van lehetőség arra, hogy amikor ön elmegy a fogorvoshoz és a foghúzását elvégezteti az állami, mondhatnám a közfinanszírozott rendszerben, és nem tudja, mibe került, akkor nem fizetett érte annyit, mint amennyit a magánorvosnál fizet, mert szolidaritás elvű a rendszer, a többet fizetni képes, a magasabb jövedelmi többet fizet, a szegény kevesebbet, és ebből összejön egy olyan összeg,
amiből lehet rendezni az egészségügy költségeit. Hozzáteszem, jelen pillanatban sajnos az összeg nem fedi be, azt tudni kell, nem fedi be az egészségügy költségvetését, komoly adó mennyiséget kell a parlamentnek évről évre külön döntéssel hozzátenni ehhez, sajnos még ez sem elég, nem tesznek hozzá eleget, tehát ez egy másik történet. Lényeg a lényeg tehát, hogy azért tud ön kvázi, úgymond idézetében olcsóban ellátást kapni az államiban, mert nem megy mindenki éppen minden nap oda. Tehát egyszer ma nekem, holnap neked alapon történik az ellátás. A magánellátásban viszont nyilvánvalóan a felmerülő költségeket, ott van egy szolgáltatást igénybevevő, és van egy szolgáltató, hát a szolgáltatónak a költségeit meg ki kell fizetni, ez egy direkt üzleti viszony. A tavaly évben jelentették be, hogy a kormány célja az, hogy az állami és a magánegészségügyi rendszert minél egyértelműbben szétválasszák. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az EMI jelentette ki tavaly októberben. Mit gondol ön erről a kérdésről? Ugye ez egy örökös vita téma, a magán, illetve a közgyógyellátás. Mi a jövő itt Magyarországon? Fogják tudni úgy finanszírozni, úgymond a közellátást, hogy azért el tudják látni azokat az embereket, akiknek erre szüksége van, illetve aki esetleg tehetősebb, azoknak érdemesebb gondolni a jövőre, és félretenni ebből a célból, hogy a magánellátást tudják igénybe venni? Gyakorlatilag a jelen rendszerben, illetve pontosabban a jelen állapotában az egészségügynek, a magán és a közfinanszírozott ellátás szétválasztásáról beszélgetni, ez egy illúzió. Ugyanakkor ön azt is kérdezte, hogy van-e erre kilátás vagy lehetőség. Erre azt tudom mondani, hogy a Magyarországi Kamara testületei egy évvel ezelőtt már nyilvánosságra hoztak és leszögeztek, hogy Magyarországon a jelen állapotban, a jelenleg gazdasági helyzetben ennek az ügynek a megoldásához minden adott. Egyedül a politikai döntés, ami szükséges hozzá. Tehát magyarul az, hogy belátva a közgazdasági és a szakmai evidenciákat, a döntéshozó úgy döntsön, hogy igen, odaadom azt a pénzt, ami megvan, és amit erre rá lehetne fordítani. Az kétségtelen, hogy bizonyos prioritásképzések mindig szükségesek, ezért szoktuk azt mondani, hogy egy állami költségvetés az egy morális dokumentum, egy etikus, egy erkölcsi kérdés is, hogy abban, amikor megalkotják, akkor milyen prioritásokat fogalmaznak meg. Jelen pillanatban sajnos az oktatás és egészségügy nagyon hátul kullog, még mindig. Ez egy erkölcsi kérdés, ezen kell a döntéshozónak változtatnia, a forrás megvan, ide kellene adni. De addig, amíg százalékokkal kevesebb nemzeti össztermékből a ráfordítás Magyarországon, mint akár a V4-eknél, addig ez a dolog lehetetlen, és amíg ez nem rendeződik, addig viszont az magán és az állami ellátás szétválasztása az nem több, mint egy fantazmagória. Ha jól értem, akkor ahhoz, hogy ma itt Magyarországon egy orvos, aki megtanulta ezt a szakmát, hosszú éveken keresztül anyagi áldozatokat hozott ennek érdekében, valóban elérje azt a fizetést, azt az életszínvonalat, amiben reménykedik, kell, hogy magánpraxist tartson fent? Jelen pillanatban az a hivatalos orvosi bértábla, aminek a megváltoztatásán küszködünk most már egy jó ideje, és aminek az ígérete gyakorlatilag olyan szinten megvan, hogy most várom a tegnapi kormányülésről a hírt, hogy vajon végre döntöttek-e, már a harmadik kormányülés elé kerül ez, és hát most már nagyon-nagyon sürgős volna, hogy ezen változtassanak. Az a jelenlegi bértábla szint, az valóban erősen megkérdezi azt, hogy abból egy orvos egy olyan egzisztenciát tudjon fenntartani, amelyet tőle egyébként a társadalom elvár, és ami hát normálisan és egy család felneveléséhez elegendő. Ezért ezek a kollégák egytől egyig kénytelenek valamilyen plusz munkát végezni, erőkön fölül több állásban dolgozni, vagy a magánellátásban dolgozni, sokat ügyelni, és egyéb más plusz jövedelem forrás után nézni. Ez rendkívül hátrányos a beteg számára, mert egyrészt fáradt, kiégett orvosokkal találkozik, másrészt a szabadidejük nem megfelelő felhasználása miatt, illetve a nem lévő szabadidejük miatt a saját önképzésük, továbbképzésük is csorbát szenved, tehát ezek veszélyes dolgok. Az orvos egy nagyon értékes, ha szabadjon így mondanom, eszköz a társadalom kezében, sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni és védeni, nem azért, mert az orvos valami csoda, hanem azért, mert a társadalom alapvető érdeke, biztonságos orvosi ellátása legyen.
ezért. Mit gondol a társadalmi megbecsülése az orvosoknak a mostani időben elegendő, tehát megvannak ezzel elégedve az orvosok, vagy ezen a területen is lehetne még javítani, hogy maguk az emberek így lássák az orvosokat, ahogy ön is fogalmazott? Ez egy nagyon összetett kérdés, és erre nem lehet röviden válaszolni, hiszen éppen a kiégettség, a kifáradtság, a kimerültség miatt ugye az elkerülhető hibák száma is nagyobb, mint amennyi szabadna lenni. A beteggel való bánásmód is sok esetben hagyhat kívánni maga, valót maga után, ami nem feltétlenül elvetemültséget, csak egyszerűen időhiányt és hát rossz szervezést és kifáradást tükröz. Tehát én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy normális körülményrendszer megkövetelhető, és egy normális munkavégzés megkövetelhető és kontrollálható legyen az orvosok részéről, és mondjuk az orvosi kamara, aminek régóta kitűzött célja és programja, hogy az orvosi munka becsületét védje, ahhoz az is kell, hogy az orvosainak a munkáját is adott esetben vizsgálja és minősítse, és horribédik, hogyha ott hibát lát, akkor a tagjaival szemben is fellépjen. Ennek sokkal erősebben kellene működni, de ez akkor lehet hiteles és eredményes, hogyha azt lehet mondani, hogy kérem, megkapod, ami neked jár becsülettel, magyar társadalmi gazdasági viszonyok között a kereseti rangsorban ott vagy a topon, az első háromban, mert a tudásod és a felelősséged alapján ez jár, és akkor viszont neked ezért rendesen kell dolgozni. Addig, amíg gyakorlatilag lóhalálába szaladgál hajnaltól késő estig azért, hogy valahogy megéljen, addig ezt nem nagyon lehet érvényesíteni, mert akkor következik megint az exodus, akkor megint megnövekszik az emigrálók száma, ez megint nem lehet cél. Tudni kell, hogy az nyugat-európai országokban napról napra nő az orvos hiány és az orvos ínség, vagy az orvos iránti éhség, hogy így mondjam. És hát ezt Nyugat-Európában meg is tudják fizetni. Így van. Van a politikában, a gazdaságban erre egy akarat, hogy ezt megoldják, ezt a problémát, és rendezzék, vagy pedig hagyják, hogy menjen a maga útján, és egyre nagyobb lesz a szétnyílás a magán, illetve a közgyógyellátás között. Gondolok itt arra, hogy majd a szegényebbek, akik tényleg nem tudják megfizetni, ott fognak sorban állni hosszú órákon keresztül, aki pedig teheti, elmegy magánúton, gyorsan elintézi a dolgát, és ez a két választás lesz az emberek előtt. Emlékeztetném a hallgatókat arra, hogy több mint 10 évvel ezelőtt Magyarországon egyszer már egy ilyen ember kísérlet lezajlott, akkor a kormány ebbe bele is bukott rendesen, hiszen az üzleti több biztosítós rendszer bevezetésének réme ellen válvetve küzdöttünk társadalmi szervezetekkel és az emberekkel, és ez meg is hozta az eredményt. Most ha valami hasonló próbálkozás, akár csak felsejlene, azt gondolom, az hasonlóképpen halálra lenne ítélve, lett legyen az bármilyen módon is, akár suba alatt is megpróbálva. Nem ez a jövő. A jövő az, hogy ebben az országban, Európa közepén, ahol egy keresztény nyelveken alapuló értelmes demokráciát építünk, abban az országban minden embernek egyformán a lehetőség szerint biztosítani kell egy tisztességes közfinanszírozott ellátást. Ennek a forrása megvan, tehát gazdasági döntésre nincsen szükség, politikai döntést igényel egyként és kizárólag már, azt kell mondjam, de az biztos, hogy ha nem teszik oda azt a nemzeti jövedelem arányos inkább 7, mint 6,5%-ot, amivel szemben most még mindig 5 alatt vagyunk, akkor ez a dolog nem tud működni. Dr. Éger Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgettem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.